2017. december 1-én ezeket a híreket fogjuk megvizsgálni, és rengeteget lehetne beszélni különböző dolgokról, amik a világban történnek, de úgy gondoltam, hogy néhányat kiválasztok, különösen azokat, amik a legborzasztóbbak, mint például ez is, ugye Slobodan Praljak állítólag megmérgezte magát a hágai nemzetközi bíróságon, amiről érdemes tudni, hogy az egész egy hoax, egy hatalmas hoax, maga a háború, ahogy generálják, és az annak a következményei, ahogyan azt kiszámolják előre, ez az egész egy színház, egy show, ez pedig nem más, mint egy színész. Ha valaki elhiszi azt, hogy ez az ember megmérgezte magát ott élőben, és be tudott csempészni oda mérget, míg az összes többi fölakaszgatja magát, meg öngyilkos lesz, és soha többet nem hallunk róluk, és ez a valóság, akkor ez nem érti, hogy hogyan működik valójában a világ. Ez az egész egy hatalmas színház. Ugye ez volt ennek a színésznek az utolsó meghallgatása a Nemzetközi Bíróság előtt. A Nemzetközi Bíróság ugye International Criminal Tribunal. Ezek az emberek mind-mind részei annak az összeesküvésnek, amit a világon ma egyre többen szerencsére felismernek és értik azt, hogy az új világrend, ami következik és amiben gyakorlatilag élünk, az valóság. Ezek a színészek eljátsszák a szerepüket azért, hogy megadják a hátteret a tömegeknek, és lehetővé tegyék azt, hogy az előre megrendezett forgatókönyv szerint alakuljanak az események. Ugyanúgy, ahogy ez a bohóc, ez ugye Ratko Mladic, vagy az összes többi, amelyik ezelőtt a bíróság előtt a történelem során megjelent, úgy a második világháborútól elkezdve, mint az összes többi. Ez nem más, mint egy hoax, egy hazugság, egy színjáték azok számára, akik még mindig azt hiszik, hogy amit látnak a tévében vagy a hírekben, az a valóság. Mladic ügyvédje Peter Robinson azt mondta a BBC-nek, hogy minden nap bemegyek a védencemhez, és meglátogatom, és meg vagyok döbbenve azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy két biztonsági ellenőrző ponton át is be tudta juttatni, ahol két fémdetektor található, és még egy üvegkólát sem lehetséges bevinni a tárgyalóterembe. Persze, hogy nem, hiszen nem is kell. Az embereknek azt kell, hogy lássanak valamilyen szörnyűséget a tévében, vagy lássanak valamit, amiről aztán beszélni tudnak, és meg tudják osztani egymással, és ki tudják beszélni, hogy kinek mi a véleménye erről, vagy arról a hoaxról. Erről szól az egész média. Generálnak történeteket azért, hogy az embereknek legyen miről beszélni. Hogy azok azt higgyék, hogy értik a valóságot, megvitassák, közben nem veszik észre, hogy az egész, amiről beszélnek, a kezdeteitől fogva egy hazugság, egy hoax. Ugyanúgy, ahogy a háború az volt, az egész lefolyása azután az lett. Természetes, hogy az emberek meghalnak, az ártatlan emberek meghalnak a háborúban. Azonban valaki elhiszi azt a történetet, ami ehhez hozzáadódik, hogy itt a két nép egymás ellen harcol, ezt ugyanúgy generálták, mint ahogy az összes többi háborút generálják a történelem során. Propagandával, azzal a propagandával, amit ma az emberek hírként néznek. Hogy lehetséges az, hogy 98. júniusában ugyanezzel a hoaxzal a horvát-szerb háborúval kapcsolatban Slavko Dokman, amúgy felakasztotta magát a cellájában. 2006-ban Milan Babic szintén felakasztotta magát a szobájában. Slobodan Milosevic természetes okoktól halt meg 2006-ban. Most ez a bolond megmérgezte magát. Azért, mert utána nem kell foglalkozni ezzel az emberrel. Elfelejtik mindenkiük, meg élik világot tovább máshol. Az egész valóság, amit az emberek annak hívnak, egy hatalmas hazugság, egy színjáték. Ezek az emberek pedig játsszák a szerepüket. Ha rosszul játszaná a szerepét, hogyha nem lehetne elhinni, hogyha nevetséges lenne, akkor minek játssza a szerepét? Ha mindenki egyértelműen látná, hogy ez egy hoax, akkor nem kellene, hogy hazudjanak. A lényege az a hazugságnak, hogy el lehet adni, mert úgy néz ki, mint a valóság. Itt bejelenti az, hogy mérget ivott, ugye ez a tárgyalás során elhangzik ez a mondat, itt pedig a bíró azt mondja, hogy felfüggesztik a tárgyalást, és a függönyöket kéri. Persze, hogy a függönyöket kéri,
Pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Nem azt mondom, hogy minden ember ott be van avatva ebbe ugyanúgy, mint ahogy az űrkutatásban, vagy a médiában, vagy a politikában, vagy az oktatásban. A legtöbb embernek fogalma sincs, hogy mi az a hazugság, amiben részt vesz. Csak teszi a dolgát. Mindig is ezt tette, mindig is ezt fogja. Elfogadja azt, hogy a valóság úgy néz ki, ahogyan azt leírják neki. Aztán ezt a hoaxot elterjesztik mindenhol. Ez ugye a The Guardian, szóval az Egyesült Királyságba eljut, meg természetesen a világ minden pontjára. Mindenki elkezdi mondani a saját álláspontját arról, hogy hogy lehetett ez, milyen borzasztó, megérdemli, nem érdemli, most akkor mi lesz, kit érdekel, hogy mi lesz? Az egész egy hoax. Minek is beszélni erről egyáltalán? A lényeg az, hogy van egy téma, amiről az emberek ezek után képesek beszélni, ráadásul egy olyan téma, ami a kezdetektől fogva egy hazugság. Al Jazeera szó szerint leközli ugyanazt, amit az előzőek. Bemutatja ugyanazt a videót, ugyanazokat a képeket, így elterjed a közel-keleten is, az úgynevezett közel-keleten, ugyanez a hoax. Reuters elhozza Európába, ha még eddig nem lett volna világos mindenkinek, mindenki megkapja ugyanazt a programot. Letölti az agyába, mert nézi a tévét, elhiszi, hogy ez a valóság, és utána továbbadja egy másik ember. Ezzel foglalkozik, hogy mi történt ezzel az emberrel. Alapjába véve kit érdekel, hogy mi történik ezzel az emberrel, a másik meg az, hogy meg kell értenie mindenkinek, hogy óriási erő van abban, hogy egy hazugságot elterjesztenek a világon. A hazugság maga szembe megy a teremtő lényével. Ez a lényeg, ezért hazudnak. A hazugság szellemisége eluralkodik az egész világon. Nézik az emberek ezt a hoaxot, erről beszélnek, így mindenki hazudik. Folyamatosan mindenki egy hazugságról beszél, az egész világ hazugságban él. Ez az, amit nem értenek meg az emberek. Azért nem értik meg, mert nem veszik komolyan az írásokat, és azt mondják, hogy az egy mese. De közben nézik a mesét a tévében, és úgy beszélnek róla, mint a valóság. Nézik ezeket a rossz színészeket, elhiszik azt az előadást, ami nap mint nap előttük folyik. Úgy beszélnek róla, mint valóság, nem is értvén azt, hogy egy hazugságban vesznek részt. Az ellenség pontosan tudja, hogy mi az, amit tennie kell. El kell hitetni a világgal, hogy ez egy hazugság, ami ide le van írva, és a világ az a valóság. Én azt mondom mindenkinek, hogy tartson ki egy kicsit, aki nem hisz ebben, és próbálja követni a gondolatmenetet. János 8.31.32-ben azt mondja a megváltó: ha ti megmaradtok az én beszédemben, abban, amit ő tanított, abban, ami le van írva, bizonyal az én tanítványaim vagytok. Miért? Azért, mert megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ő nem arról az absztrakt fogalomról beszélt, amit ma a világ igazságnak gondol. Arról, amit mindenki a saját fejében igazságnak gondol. Arról, amit ő mondott, amit ő tanított, ami az atya szava volt. Az az igazság. Ha abban megmarad az ember, megérti a világot, hogy mekkora hazugság, és ezt szabaddá fogja tenni. Ez az, amit az ellenség meg akar akadályozni, és megakadályoz ezekkel a hazugságokkal. Ez, ami hírek címén itt megy, ez egy hazugságból ered. Az egész világ egy hatalmas hazugságot tovább görget maga előtt azzal, hogy ezeket a történeteket viszi tovább, a fonalakat viszi tovább, amik itt elhangzanak. Nem arról van szó, hogy nem történnek meg az események. Arról van szó, hogy utána, amikor megtörténnek, egy hazugság kerekedik ki belőle. Sőt, a legtöbb esemény egy fabrikáció, egy megrendezett esemény, úgy, mint ezek a gyilkosságok, amikről aztán később szó van, a merényletek, a háborúk, az összes hír tulajdonképpen. Az emberek meghalnak, persze, nem mondom, hogy nem halnak meg, az ártatlanok meghalnak. A történet, ami köré szövődik, az maga egy hazugság. A hazugságban van egy különös erő. Az emberek nem értik, hogy miért történik mindez a hazugság a világon. Azért, mert van egy erő amögött, egy szellemiség, hogy a hazugság uralja az egész világot. Ez az, amiről beszél itt. Ha megismeri az ember az igazságot, utána szabaddá teszi őt. Nem fog érdekelni az, hogy mi történik a világban. Megnézem, megpróbálom elmagyarázni az embereknek, hogy mi az, ami szerintem történik, amiről én tudom, hogy az a valóság. Nem lehet igaz, különben nem mondanák el nekünk. Minek mondanák el az igazságot, mikor megtehetik, hogy nem mondják el? Ők irányítani akarják a világot, nem informálni, okosabbá tenni, intelligensebbé tenni. Ki az, aki ezt a hazugságot akarja? Az János 8.43-45-ig
Így szól. Miért nem értitek az én beszédemet? Megkérdezheti magától ezt majdnem mindenki a Földön. Miért nem érti ezt? Mert nem hallgatjátok az én szót, mert nem olvassák ezt. Az ellenség azt akarta, hogy az, ami le van írva ebben a könyvben, az egy mesének tűnjön. Ezt elérte már. A legtöbb ember azt mondja, hogy ez egy mese. Azért nem értik, mert nem olvassák. Mert nem hallgatják azt, hogy mi van ide leírva. Azért, mert ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. A kívánságról arról beszél, ami a test kívánsága. Az emberek megy a saját feje után, a kényelmes élete után. Mindaddig, amíg megkapja mindazt, amire szüksége van, az emberek tök mindegy, hogy mi történik a világban, nem érdekli. Ezért elhiszi ezeket a hazugságokat. Aki emberölő volt a kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Mikor pedig én igazságot szólok, nem hisztek nekem. Azért, mert nem akartok. Erről beszél. Azért, mert az ellenségtől valók a legtöbb ember ráadásul. Mert nincsen benne igazság. Ha hazugságot szól, akkor a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. És ő az, aki a világot irányítja. Ezért van ez a sok hazugság a világban mindenhol. Mert ő az, aki irányítja. Nem akar igazat mondani, nem tud igazat mondani. Ha tudott volna, nem lenne abban a pozícióban, amiben van. Mindazok, akik ezt a vonulatot követik, hogy az egész írás egy hazugság, hogy mindenki megy a saját fej után, én buddhista vagyok, én ez vagyok, én az vagyok, ma kitalálom, én az univerzumban hiszek, én nem hiszek semmibe, majd én megmutatom, ez mind ugyanaz a vonulat, mind ugyanonnan ered, ugyanabból a hazugságból. Ő az, aki ezeket a gondolatokat elültette a fejünkben évezredek során. Most van egy lehetősége és egy technológiája, amelyel a hazugságot gyakorlatilag futószalagon gyárthatja és terjesztheti. És az emberek elhiszik, mert úgy van prezentálva, úgy van előadva, hogy az hihető. Úgy, hogy olyan emberek játsszák el a szerepeket, akikről azt hiszik, hogy ez nem hazudhat mindenki. Mindenkinek nem kell hazudni. Aki nem tudja az igazságot, az minden utána, amit mond, az minden hazugság. Ezek az emberek ugyanolyan megtévesztettek, mint a legtöbb ember a valóságban. Persze néhány ember tudja, hogy miről van szó. A legtöbbnek azonban fogalma sincs, hogy amiben részt vesz, az egy színház, az egy hazugság. Hazugságról ír. Minden, ami kijön utána, abból az egy hazugság kell, hogy legyen. Ezek az emberek színészek a politika területén. Ők pontosan tudják, hogy mi az, amire kimegy a játék. Onnantól kezdve a többi már csak terjeszti a hazugságot. Részt vesz ezekben az idióta tüntetésekben. A különböző megemlékezésben az egyik hoax a másikat követi, és az emberek eladják ezt, mint igazság. Aztán mesélik egymásnak. Beszélnek az ostoba történetekről. Ez a lényege a hazugságnak, hogy az egész világot átitatja ez a hazugság. Miért? Azért, mert az ellenség az, aki irányítja a világot, és ezt akarja. Ő ebben érzi jól magát. Mindaddig, amíg mi részt veszünk ebben, addig mi is ugyanezt az erőt tápláljuk azzal, hogy mi is folytatjuk ezt a hazugságot, hogy továbbadjuk, hogy ez történt, az történt. Az egyik rendőr véletlenül a sokkoló pisztoly lelőtt a másikra. Kit érdekel? Egyáltalán kit érdekel ez az egész? Ha már a hazugságnál tartunk, és a hoaxnál, akkor a környezetvédelem és a klímaváltozást nem lehet szó nélkül hagyni. Arról beszélek itt, hogy zéró tolerancia van a műanyag hulladékkal szemben. Elhitetik velünk, hogy ez a mi hibánk. Mi vagyunk azok, akik ezt akarjuk, hogy ez legyen, mi csak vásárolunk folyamatosan, nem törődünk semmivel. Mit vásároljak, ha egyszer minden így van csomagolva? Ki az, aki becsomagolja? Hogy nem lehet, nem tudnak az emberek tovább nézni a következő lépésre? Csak azt látja mindenki, ami a szem előtt van. Ott van eldobálva a sok szemét. Persze, borzasztó. De mit csináljon az ember, ha minden ebben van? Ami nincs ebben, az megfizethetetlen a legtöbb ember számára. Így van kialakítva a rendszer. Aztán elhitetik velünk a filmek segítségével, hogy ez a mi hibánk, hogy mi akarjuk, hogy ez így legyen. Mi nem akarjuk, hogy ez így legyen, nincs választási lehetőség. Mindaddig, amíg a kiwi egyesével műanyag tálcákon, meg műanyag valamibe csomagolva érkezik Kolumbiába, addig az ember nem tud mit csinálni. Ha műanyag zacskó van kitéve, hogy abba lehet pakolni, akkor abba fog. Ha minden műanyag flakonban van, azt fogja megvenni. És elhitették az emberiséggel, hogy ez a mi hibánk, hogy mi ezt akarjuk, mikor ők azok, akik ebből nyereséget szereznek az egész oldalán.
a gyártás oldalán, az eladás oldalán, aztán eladják ezt a hoaxot, így tudják majd utána a szabályozást szigorítani, és akkor belekényszerítik az emberiséget abba az útba, amit ők már rég kitaláltak. Az egész egy hatalmas hazugság. Ezért mondtam, hogy az írás nélkül lehetetlen megérteni azt, ami a világban történik. Itt arról írnak, hogy a hajókról kidobálni a szemetet. Valaki azt gondolja, hogy ez a hajókról lett kidobálva. Ez összegyűlt mindenhonnan az egész világon, ahol az emberek eldobálják a parton, itt, ott, amott. Mit csináljon? Nem lehet annyi kukát kitenni az embereket, úgyse fogja érdekelni. Mindaddig, amíg műanyag flakonba lesz, meg így csomagolják, addig nem lesz más választás. Nincs más választás. Sajnos mindenkinek beleültették a fejébe, hogy az emberiség a rákfenéje a Földnek, meg ezt az átlag ember okozza. Mit csináljon az átlag ember, ha minden így van csomagolva? Arról beszélnek, hogy Norvégiában azt szeretnék, ha ugye nulla lenne a műanyag felhasználás. Most próbálják vizsgálni, hogy hogyan érkezik az országba. Elkezdik szigorítani, elkezdik adóztatni. Minden drágább lesz, nehezebb lesz, nehezebben lesz elérhető. Közben nem lesz munka, mert ennyi-annyi robot van. Nem lesz munka, mert ennyi annyi az automatizáció, háború, éhínség, stb. Ők azok, akik generálják ezt. Annyira nem összetett a folyamat az emberek számára csak az, mert ebben a hazugságban élek, és így lehetetlen átlátni. Ha az ember túllép ezen, ha megpróbálja a valóságot megfigyelni, akkor látja, hogy mi az, ami történik. Olyan hatalmas hazugságok, mint a World Wildlife Fund, ami ugye a brit királyi család tulajdonában van. Ilyenek vesznek részt ebben. Az mindenki számára jeleznie kellene, hogy ez egy hoax, egy hazugság. Ezek az emberek azok, akik a globalizáció tetején állnak, akik a kezdetektől azon dolgoznak, hogy hogyan lehet az egész világot egy hatalmas rendszerbe belesűríteni, és a birkákat terelgetni úgy, mint ahogy most csinálják a média által, csak akkor legálisan, hivatalosan, mint egy börtönben. Ez az egésznek a lényege. Őket abszolút nem érdekli a környezet. Ha akarnák, már rég megváltoztatták volna a szabályozást. Van egy dolog, amit sajnos nem tudunk elkerülni ezúttal sem, ez pedig az Észak-Korea hoax. Aki nem érti, hogy Észak-Korea egy hazugság, egy színpadi felvétel, egy színjáték, az még nem jutott elég messzire. Az egész jelentősége Észak-Koreának az, hogy lehetővé tegye azt, hogy Észak-Kelet-Ázsiában fegyverkezés alakuljon ki, és az elfogadható legyen a világ számára. Ezáltal, hogy Észak-Korea ott a feszültséget kelti, lehetővé teszi Kínának, Japánnak, Oroszországnak, a környező sziget országoknak és az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy fegyverkezzenek abban a régióban. Ugyanez a szerepe Izraelnek a Közel-Keleten és az összes többi problémának a világszerte. Úgy a dél-amerikai drogbáróknak, mint ahogy Indiában és Pakisztánban, Kasmírnak. Ez a lényege a geopolitikának. Generálnak egy problémát, hogy aztán elérhessék azt a reakciót, aminek a segítségével eljutnak majd a kifejletig, amit már ők rég elterveztek. Ezek az emberek, mint Nikki Haley, vagy az összes több Kim Jong-un, ezek mind játsszák a szerepüket ebben. 100%-ig tisztában vannak azzal, hogy mi az igazság. Nyilván, ahogy az ember halad lefelé, egyre kevesebb fogalma van mindenkinek. De ezt nem lehet ezt a szerepet eljátszani anélkül, hogy valaki ne tudná, hogy ez egy hazugság. Ez egy hazugság, amit ők csinálnak. Itt van a kérdés. Milyen az élet Észak-Koreában? Az Észak-Korea olyan, mint egy atomerőmű, gyakorlatilag nem lehet bejutni, ezért nem tudja senki, hogy mi történik ott. Mindenki, aki azt mondja, hogy milyen durva Észak-Korea, fogalma sincs róla. Látja a tévében, látja ezeket az ostoba propagandafilmeket, amik évtizedekkel ezelőtt készültek, ki tudja, ki van a képen, vagy melyik országban készült, vagy egyáltalán hol készült. Mindenki azt mondja, hogy micsoda egy diktátor ez a Kim Jong-un. Ki tudja, hogy ő micsoda diktátor, sose volt ott senki igazság szerint. Fogalma sincs senkinek, hogy mi az, ami történik abban az országban. Mindenki látja a propagandát, és aztán abból leszűri azt, hogy mi lehet a valóság. Ezek az emberek elmondják a szöveget, megvannak a képek, és aztán látjuk hozzá a videót. Így működik a propaganda. Ezért találták ki a televíziót. Megmérgezték állítólag az ő öccsét, vagy mit tudom én kiét. De nem is tudom, hogy lehet komolyan venni ezeket a dolgokat, de tényleg, hihetetlen, hogy valaki elhisz, hogy ilyen dolgok történnek a világban, hogy egy olyan ember, aki olyan labilis, mint ez állítólag, amilyen szerepet játszik, megmérgezik azt hiszem az unokatestvére, de nem akarok
ostobaságot mondani, de kit érdekel, valami rokonát. És ő csak tovább csinálja a kis dolgait. Mikor akkora rakétákat épít, mint egy felhőkarcoló, minden egyes propagandafilmben ugyanaz a jelenet játszódik, és az emberek még mindig beveszik, hogy ez így van. Még mindig elég nekünk az, hogy kilődöznek egy rakétát, ki tudja honnan, ki tudja hova, azt mondják, hogy ez Észak-Korea volt, és mindenki meg van ijedve, és egyöntetűen azt szajkozza, hogy ez egy diktátor, és valamit csinálnunk kellene. Nem értvén azt, hogy az összes ország együtt dolgozik, hogy ezt a hazugságot elterjessze a világban. Tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb embert nem lehet meggyőzni arról, hogy ez egy hazugság, de szánalmas, de mindegy. A lényeg az, hogy ha valaki nem hiszi el azt, amit mondok, akkor az láthatja a jeleket. Ha a jeleket sem hiszi el, akkor járjon utána saját magának. Ezek a színészek nem mind röhögnek, rajtunk röhögnek azon, hogy mi elhisszük ezt a baromságot, amit átadnak nekünk úgy, mint valóság. Hogy elhisszük ezt a díszletet, ezt a propaganda képet, meg filmet úgy, mint valóság. Ez egy nagy klub, aki irányítja az életünket, és mindig is ők irányították. Ugyanúgy a művészetet, a politikát, az oktatást, mindent, mint ahogy most. Mi nem hisszük el, mert nem akarjuk elhinni. Ez itt Edgar Allan Poe, Lafayette, Darwin. Ugyanaz, amit az előbb a jól lakott napköz is mutogatott. Ugyanazok a jelek mindenhol, nap után, és az emberek még mindig nem hajlandók észrevenni, hogy mi az, amiről szó van. Azért, mert nem akarják. Napóleon. Elhisszük azt, amit elénk raknak, csak azért, mert hitelesnek tűnik, mert azok a szereplők, akik előadják, hitelesnek tűnnek. Hogyha nem tűnének annak, akkor nem lehetne elhinni a hazugságot. Mindenki arra vár, hogy a hazugság majd olyan lesz, hogy nevetséges. Ha olyan lenne, akkor senki nem hinné el. Pontosan az a lényege a hazugságnak, hogy hihető. És ezt a hazugságot a legtöbben elhiszik. Mert el akarják hinni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!